szeretnék előadni. Igen, de kellene menni, és magyar family vannak, és Radgerszentmihályon. Orbán Viktornak és a mostani kormánynak az egyik fő jellemzője az, hogy folyamatosan háborúba kell lenni valami ellenséggel. Orbán Viktor a nemzet megmentője szerepet játsza, saját hívei számára meglehetősen hitelesen, és ehhez mindig kellenek ellenségek. Ez hol az IMF, hol Brüsszel, hol Soros György, hol egyébként adott esetben az Amerika Egyesült Államok. A belső kifejező készség az, aminek nagyon jó egyébként, de ezt ugye... Orosz mintára a médiát és a médiát igyekeznek elfoglalni, és a civil szervezetek befolyását csökkenteni. Emögött van egyébként egy összeesküvés elméleti világkép, ami azt gondolja, hogy a civil szervezetek az ténylegesen a külföldi befolyásnak az ügynökei, többek között az amerikai befolyásé, és Soros György befolyásai, és éppen ezért le akar rájuk csapni. ...2002-ben is azt gondolták egyébként az első Orbán ciklusa végén, hogy a kormányzás eredményei önmagában meggyőzőek tudnak lenni a választók irányába, és ez kevés volt. Azt gondolom, hogy egyrészt azon az 8 év, amit maga mögött tud most a miniszterelnök, az egy alapot teremtett meg számára, hogy sokkal aktivistábban lépjen fel más kérdésekben, akár az Európai Unióban, akár pedig nemzetközi kérdésekben. Ez a törvényjavaslat már nem is feltétlenül az illegális migrációról szól elsősorban, tehát abban a tekintetben, hogy meg kell állítani az emberek tömegeit, mert e tekintetben a jogi és a fizikai határzár már alkalmasnak bizonyult, hanem sokkal inkább arról szól, hogy mennyire szolidaritási kérdés az ország szempontjából, hogy kit enged be és milyen feltételekkel az országba. És én sokkal inkább ezt látom a mostani törvényalkotási javaslat mögött, hogy megpróbál tiszta kereteket teremteni, akár a civil szervezetek, magukat civilnek mondó szervezetek, akár nem kormányzati szervezetek tekintetében, akik vagy az illegális, vagy akár a legális migrációt is támogatják. Itt jó. Ezzel az az elképzelésünk, hogy vannak vonatok, hosszabb távon mennek, és akkor egyrészt ez az újság így lejut vidékre is, másrészt a vonaton sokkal több idejük van az embereknek, és akkor van esély arra, hogy így türelmesen elolvasgatják. Először azt hiszik az emberek, hogy ez egy reklám, és hogyha mondjuk nekik, hogy nem reklám, politikai újság, akkor már politika szóra vagy, attól is mérgesek lesznek, de aztán ha mondjuk, hogy ez egy ellenzéki vagy kormányellenes, akkor ugye egy részét érdekli. Én az én kis falomba is egy párat betenni a levelesládába, hogy az emberek ezt is el tudják olvasni, mert ma csak az emberek vidéken arról tájékozódnak, amit a kormányunk akar. És ezért kértem egy pár darabot. Szándék egyértelmű. A szándék az következik abból a többéves civil ellenes kampányból, amelyet a magyar kormány folytat a független civil szervezetek ellen.
hosszú ideig ez alapvetően egy ilyen propaganda kampány volt, üzenetek, amelyek megbélyegezték és hitelteleníteni próbálták a civil szervezeteket. Ehhez képest az elmúlt lassan másfél évben viszont azt látjuk, hogy egyre fokozódik ez a hadjárata a független civil szervezetek ellen. Sok kormányzati megszólaló azt mondta, hogy nincs helye a civil szervezeteknek a közügyekkel kapcsolatban megszólalni, nincsen joguk a közügyekkel kapcsolatban megszólalni, megfogalmazni kritikát vagy javító szándékot, mert ez a kormányzatnak csak a saját előjoga. Ez egy olyan fajta demokrácia felfogás, ami azt hiszem az Európai Uniós alapvető értékekkel teljesen szembe megy.